pincet fogunk csomagolni. Ez is egyesével, tehát itt nincs gép, tehát én nem csomagolok előre paprikát. Szabó Péter édesapjától vette át a vállalkozást, ma már saját elképzelései és koncepciója szerint vezeti, ami egy egyedülálló terméket eredményez. A hagyományos módszereket részesíti előnyben, a csutázási folyamat is kézzel történik. Én már 7-8 éve nem használok műtrágyákat a földbe, és nem szántok. Ez azt jelenti, hogy ilyen én mulcsvetésbe gondolkodom, hiszen a talaj, tehát mindenki azt nézi, hogy milyen szép a növény, én meg azt nézem mellette, hogy milyen egészséges a talaj. Hiszen az elmúlt években, tehát apukám is nagyon-nagyon, tehát ki voltak adva a termőterületeknek a nagy része, hiszen ő csak egy kevés területen művelte a földet, és csinálta a fűszerpaprikát. És amikor én átvettem ezt az egészet, akkor annyit kell tudni, hogy tehát a humusz a lényeg. Tehát ha egészséges a talaj, egészséges a növény, és nem használunk növényvédőszert. A nagyobb mennyiség termelése helyett a kisebb, de minőségi alapanyag előállítását választotta. Azonban önmagában a magas minőségű fűszerpaprika nem elég, fontos az is, hogy jól használjuk fel azt az ételkészítés során, ne hőkezeljük másfél óránál tovább. Igaz, hogy én nem 300 mázsát termelek egy hektáron, hanem csak 100 mázsát, tehát nyers állapotról beszélek. Tehát itt jön egy árváltozás mondhatni, hogy nem 300 mázsa nyers paprikából kell előállítanunk 1 kg fűszerpaprika örleményt, hanem csak 100 mázsából. De itt már van egy minőségi mérce mondhatni, hiszen maga az íz, maga a színvilág, tehát az adott táplálékból, amit a növény fölvett, a 100 mázsára redukálódott, és nem pedig 300 mázsára oszlott szét. A megfelelő szárításnak köszönheti a fűszerpaprika vitamin tartalmát. A csomagokat napfénytől védve kell tárolni, így nem veszíti el a színét. 50 fok alatt szárítunk 20-22 órán keresztül, és nem vákumszárító, és nem 10 óra, és nem 80 fok, és nem 100 fok. És ebből van az, hogy a fűszerpaprikában rengeteg C-vitamin van, mert én tudom, hogy csak a család van a szárítóüzemben, nincs senki más, és ez a 40-45-46 fokon szárítjuk a paprikát. A gyártó szerint érdemes kiindulni a régi eljárásokból, mivel azok működtek már nagyszüleink idejében is, csupán tökéletesíteni és kiegészíteni kell azokat.